Jó estét kívánok, köszöntöm nagy szeretettel a kedves nézőket a Szombathely Ma közéleti magazin műsorban. Ha velünk tartanak, akkor természetesen az első fertály órában Szent Mártonozunk majd, a Szent Márton év programjaival foglalkozunk. Aztán utána egy hosszabb beszélgetést hallhatnak majd Szombathely gazdasági helyzetéről, és végezetül Spigler Tibor helytörténésszel, a kioszkról esik majd szó. Nagyon-nagyon szép régi képeslapokat hozott nekünk Tibor, és hát természetesen majd a története is előkerül az épületnek. Ha tehetik, tehát tartsanak velünk. És akkor Szent Márton magazin. Félelmetesen sok program volt az elmúlt héten. Azt hiszem, hogy mindegyikről nem is lehetne beszámolni, de nagy szeretettel köszöntöm Szommer Ildikó irodavezetőt, a Szent Márton program irodavezetőjét. Köszönöm, Ildikó, hogy itt vagy, és hogy vendégeket is hoztál, ezt is köszönöm neked, hiszen azok az urak, akik itt vannak, két jeles kulturális együttesünknek a vezetői, és egy nagyszerű koncertjükre készülnek. Erre is szeretnénk felhívni a figyelmet, Kallós Zsolt művészeti vezető, a Kapella Savaria részéről. Jó estét, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást, és Paulik Ákos karvezető, a Kapella Cantorum részéről. Jó, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Megbocsátasz nekem, hogyha megkérdezem röviden az urakat, hogy miként vélekednek eddig az év kulturális eseményeiről, a Szent Márton év kapcsán sikerült eljutni programokra? Ákos. Igen, ilyenkor bajba vagyunk, mert a zenész viszonylag ritkán jut el koncertekre. Még talán színházi előadásokra vagy kiállításokra jobban. Rendkívül gazdagnak látjuk mi is, tehát azt látjuk, hogy nagyon sok program volt. Ennek a zömét mi nyilván nem tudtuk követni, de hát reméljük, hogy a sorban a Kapella Savariának és a Kapella Cantorumnak a hangversenye egy méltó lezárás közeli helyet kap majd. Köszönöm szépen. Én is hasonlóan tudnék nyilatkozni, hiszen akik a kultúrában vannak, kevésbé marad idejük arra, hogy mi is részesedjünk. Tehát mi inkább a kultúrát adjuk, mint sem mi részesednénk ebből. De természetesen, hogyha vannak olyan koncertek, amik beleférnek az életünkbe, azokra elsősorban azokra elmegyünk, vagy kiállításokra. De el kell, hogy mondjam, hogy az utóbbi idő az nem egyszerűbb, és azért olyan feladatok vannak előttünk, amik eléggé megnehezítik azt, hogy beépítsük a programunkba azt, hogy minden ilyen gyönyörű kulturális eseményt meglátogathassunk. Annak viszont nekünk kell örülnünk, hogy mozgolódás van az életükben, és hogy arra a kultúrára, nagyszerű kultúrára igénye van a nézőknek és a zenebarátoknak. Úgyhogy vissza fogunk térni a koncertre, és akkor most eljössz, Ildi. Mit emelnél ki az elmúlt hétből, csak egészen röviden? Azért visszautalok egy kicsit. Bocs, én azért igen. Egy alkalmi fellépésnek tanulja voltam a Szent Márton gálán, amikor Ákosék egyik kitüntetett tiszteletére. Hát ez egy speciális történet. Deáki István, aki ennek a városnak egy zenetanár doájenje igazából, és azt hiszem, hogy végre talán mindenfajta területeken felülálló, kérdés nélkül való díjkiosztásról lehetett szó, és erről talán beszédes volt az is, hogy ott azért elég sokan megjelentünk ezen a, fogalmazunk, flashmobon. Igen, ez a hivatos kifejezés, igen. Hál' Istennek nagy örömet és meglepetést okozva ezzel Istvánnak, aki generációknak a sorát nevelte ki ebben a városban. Nagyon örültünk neki, hogy mi is azt gondoljuk, hogy jó helyre került a díj. Köszönöm szépen. Igen, és hát a múlt hét eseményei rögtön a hétfői nap egy konferenciával indult a Megyeháza dísztermében, került sor erre a konferenciára, majd pedig könyvbemutatóra. Méghozzá három kötet bemutatása zajlott, egy konferencia köteté, ami Szent Márton útjai térben és időben címet viseli. Aztán a Magyar Tudomány egyik legújabb számát mutatták be, amely
amely külön fejezeteket szentel Szent Márton élettörténetének, illetve megjelent az a gyönyörűséges katalógus, ami a Tórban most is látható kézművészeti kiállításnak, művészeti kiállításnak a katalógusa. Úgyhogy ezek, így indult a hétfői nap, kedden zarándok élménybeszámoló volt, hiszen Kinyó Zsolt, akiről már többször említettünk szót, ő egy kalocsai fiatalember, és Tórból gyalog indult el Szombathelyre, tehát megtette azt a szentmártoni utat. Az élménybeszámoló szerint nem csak fizikailag, hanem lélekben is jelentős volt ez az út, és 40 nap alatt járta be, tehát ez egy rekord volt tulajdonképpen, mert többen indultak már el ezen az úton, de még ilyen rövid idő alatt. Igen, ő új utakat talált, és ezért is volt talán ilyen rekordidő ennek az útnak a megtétele. Aztán természetesen a hétvégén volt a Szent Márton kórus találkozó, ahol Donnerskirchenből volt egy Szent Márton kórus, Körmendi Vegyeskar és a Szombathelyváros Szent Márton kórusa egy gyönyörű koncertet adott a Szent Márton templomban. És hogyha már hétvége, akkor te is zsűriztél Oladon, ugye? Igen, az meg a hét közepén, így van. Oladi Általános Iskolai már 13. éve rendezi meg a Szent Márton vetélkedőt, ami egy városi szintű vetélkedő, 11 csapattal indultak ezen a vetélkedésen a gyerekek, nagyon felkészültek voltak, volt már egy írásbeli forduló, ezen a napon pedig a szóbeli, illetve a gyakorlati vizsgákat, feladatokat oldották meg. Én ezen mindig nagyon jól érzem magamat ezeken a vetélkedőkön, és egyáltalán ebben az iskolában egy nagyon jó szellemű és nagyon, mindamellett nagyon vidám hangulatú légkörű iskola, úgyhogy ez tényleg egy nagyon kedves. Jó, sikerült az is. Mit emelnénk ki a hétből, ami előttünk áll, és akkor mindjárt megszólalnak majd az urak is, hiszen az egyik programmal már ugye jövő héten hétfőn lesz ez a koncert majd. Így van, 28-án. De ám előtte még lesz filmbemutató a héten. Lesz a héten egy filmbemutató, a Szent Márton Városi Kórus túri útjáról készült egy kis film, amikor három helyen is felléptek, az egyik közöttük az a város volt, annak a városnak a plébánia temploma, ahol Szent Márton meghalt, Kánt Szent Márten. Tehát erről készült, erről az útról egy kis beszámoló, így aztán reméljük, hogy szép visszaemlékezés lesz, de a legnagyobb programunk, amire mindenképpen szeretnék invitálni sok-sok nézőt, sok-sok városlakót. Éhes és szomjas lakókat. Így van. Hiszen egy borfesztivál vár mindannyiunkra, november 27-én vasárnap. Igaz, hogy egy napba sűrítve rendezzük meg némi technikai bonyodalom után ezt a rendezvényt, de én azt gondolom, hogy ez olyan szép, tömény nap lesz borban is és programban is, hogy érdemes felkeresni az Agora Műveldős és Sportházat. Délután 2-kor nyitjuk meg a kaput, és Budapest Bár koncertjével így zárul, van, ugye? Így van, a Budapest Jazz Orchestra koncertjével zárul, Malek Andrea a vendég, de előtte a Budapest Bár fellépése lesz, aztán hallhatjuk Balázs Elemér együttesét, Berec András meséit, és nótázókat is hallunk. Így van, ők pedig Szlovéniából érkeznek, akik egy tréfás borszentelést mutatnak be. És hát a vendégeknek pedig én azt mondom, hogy mindazok a finom borok, nedük, amik ott várakoznak. Mármint a vendégek elkezdtek mosolyogni, tehát már ők is arra gondoltak, igen, hogy ő nekik is borkóstolás lesz, de hétfőn lesz egy nagyszabású koncert. Méghozzá egy jótékony célú koncert. Hogyan harangozzuk ezt a koncertet, mibe itt a kedves nézőknek? Mit kell erről tudnunk? Ákos, szerintem neked kell észre. Hát az ötletgazda valóban a Capella Cantorum volt a koncertnek az ötletgazdája. Számunkra rendkívül megtisztelő minden egyes alkalom, amikor a Capella Savariával közösen muzsikálhatunk. Ez mindig egy nagy élmény a társaságnak. Amikor először felmerült ennek a hangversenynek a esetleges létrejötte,
akkor az emberben végigfutott azonnal, hogy milyen lehetőségek vannak. És az az igazság, hogy talán furcsa ez így, vagy furcsa ezt így hallani, de a klasszikus zenekultúrában Szent Márton egy viszonylag kevésbé reflektorfénybe került szentje az egyháznak. Kevés kompozíció született, ami született, az is jobban inkább az újabb korok szüleménye. Mi pedig Zsolték elsősorban, de a kórus is elsősorban régebbi korok zenéinek az előadásával foglalkozunk. Úgyhogy nagyon szűkös merítésnek tűnt elsőre. Aztán volt egy emlékem még fiatal diákkoromból, amikor Deáki István kórusával, annak idején egy holland professzor vezetésével énekeltünk egy csodálatos Bach kantátát, aminek azt gondoltam, hogy a szellemiségénél nem lehet Szent Mártonibb valami. Ez a Bach kantáta a nyitókórusában Ézsaiás könyvének arra a részére utal vissza, amikor Ézsaiáson keresztül Isten arról beszél az embereknek, hogy mit gondol ő igazi böjtnek. És ez az igazi böjt önála úgy szól, hogy törd meg a kenyeret az éhezőnek, s azt, aki nyomorban van, vezesd be házadba, ha mezítelent látsz, öltöztest fel, és ne vondd meg attól magad, aki veled egy test. Akkor világosságod előtör majd, mint a hajnalpír, és javulásod hamar növekszik. Nagyszerű gondolat. Hogy készül a két együttes? Van egyáltalán idő arra, hogy próbáljanak sokat? Természetesen, hát többnyire azért projektekben gondolkodunk. Tehát minden koncert úgy valósul meg, hogy közvetlen előtte meghatározok attól függően, hogy milyen nehézségű program van. Attól függően meghatározok, hogy körülbelül hány próbára van ahhoz szükségünk, hogy egy ilyen alkalmat összehozunk. És hát ugye ebben a programban van önálló arculat is, tehát a Capella Savaria önállóan is előadja a Bach negyedik brandenburgi versenyművét, amelynek hangulata, ugye a két furujával, az mindenképpen ilyen kicsit karácsonyi, gyakran szoktuk ezt karácsonykor is előadni, tehát ebben a... Vagyunk. Igen, úgyhogy ez tulajdonképpen ez is Ákosnak az ötlete volt, és én természetesen mindegyik brandenburgit szeretem, tehát hogyha bármelyiket mondta volna, rögtön egyetértettem volna vele, de a negyedik brandenburgi valóban nagyon illik ebben a miskolában. Hol lesz a koncert? Mert ez még nem hangzott el, és mikor pontosan? A Premontrei Gimnázium dísztermében lesz a hangverseny, hétfőn este 6 órakor, és hát a Premontrei Gimnázium adta a, tulajdonképpen fogalmazunk, sajnálatos jótékonysági lehetőséget is, hiszen a gimnázium 3 diákja nemrégiben komoly, nehéz családi eseményeket élt át, árvává, félárvává váltak diákok, és ennek a 3 családnak szeretnénk a Premontrei Gimnázium alapítvány, a gimnáziumért alapítvány segítségével segíteni. Nagyon szépen köszönöm, és azt kívánom, hogy minél többen menjenek és vegyenek részt ezen a koncerten, hiszen valóban jótékony célú. Hát a program meg kiváló. Köszönjük akkor önöknek, még egyszer is, Ildikó, neked is köszönöm. És nézzük meg együtt az elmúlt hét összeállítását, most csokorba fűzve, hamarosan elindul ez a bejátszásunk is. Ismét megszervezték az Agora munkatársai a karneválon nagy sikert aratott Kalandjáték Szamáriában című Szent Márton életéhez és korához kötődő ügyességi játéksorozatot. 600 általános iskolást vártak a foglalkozásokra a sportházban, 7 állomáson különböző feladatokat kellett teljesíteni. Pannonia ókeresztény örökségéről, a Szent Mártonról szóló színműről, valamint Luther és Szent Márton életének párhuzamairól is szó esett a Szombathelyi Evangélikus Szeretetszolgálatért Alapítvány által szervezett konferencián, amely a Szent Márton év zárása és a reformáció emlékév nyitánya is volt egyben az evangélikus közösség számára.
A Szent Márton emlékévhez kapcsolódóan több kiadványt is bemutattak nemrég a megyeházán. A szépen illusztrált Via Sancti Martini című tanulmánykötet Szent Márton útjait mutatja be térben és időben. Az érdeklődők megismerhettek egy francia nyelvű kiadványt, szó esett a Magyar Tudományos Akadémia tudományos folyóiratának novemberi Szent Márton kiadványáról, továbbá egy francia történelmi lap magyar tematikájú számáról is. Bemutatták Bekai Nagy Maja Szent Márton emlékévre készült festményét, amely a köpeny megosztás jelenetét ábrázolja kicsit másképp, mint ahogy megszokhattuk. A köpenyen ugyanis Krisztus képmása látható. A Velencei Képzőművészeti Akadémia tanára 40 éve Olaszországban él és alkot jellemzően egyházi témájú műveket. Ez a kép is látható lesz a december 1-én a képtárban megnyíló kiállításon. A 13. alkalommal rendezte meg az Oladi Általános Iskola a Szent Márton helytörténeti vetélkedőt. A feladatok az Ézeumban látható Szent Márton és Pannonia című kiállításhoz kapcsolódtak, de a mártonnapi népszokásokat és a szent élettörténetét is jól kellett ismerniük a gyerekeknek. A vetélkedőt a Nyitra utcai iskola csapata nyerte, jutalmul Pannonhalmára kirándulhattak. Ezekben a hetekben a Szent Márton templom homlokzatára vetített látványos fényjáték eleveníti fel Márton élettörténetét. A hagyomány szerint a templom a Szent Hajdani szülőháza helyén magasodik. A 9 perces animáció sorra veszi Márton életének ismertebb jeleneteit. A vetítés december 4-ig naponta 3-szor látható. A Bolyai iskola diákságát is megihlette az idei jubileumi Szent Márton év. Kicsik és nagyok készítették el installációikat tanórákon, szakkörökön. A papírbábokból, makettből, térképből és más munkákból rendezett kiállítás az intézmény galériáján nyílt meg és december 6-áig látogatható. És akkor folytatjuk tovább. Stúdiónk vendége már itt ül, Molnár Miklós gazdaságügyekért felelős alpolgármester. Jó estét, köszönöm szépen, hogy itt van velünk. Végre van egy kis időnk, hogy átbeszéljünk néhány gazdasági dolgot, hiszen amikor itt találkozunk a frakcióviták során, ezt sosem tudjuk kifejteni. Alpolgármester úr csak mindig érinti ezeket a témákat, de valójában nem tudunk bővebben beszélni ezekről a dolgokról, hiszen gazdaságfejlesztésről lehet beszélni, hiszen munkaerőhelyzetről lehet beszélni, hiszen esetlegesen a bérek rendezéséről lehet beszélni, meg gondolom arról lehet beszélni, de ebben majd megerősít, hogy ez az év sem sikerült rosszul. Hát nyilván, hogy sikerül, azt majd látni fogjuk az év végén, ugye a december közepén, illetve 20-án vannak még a következő adóbefizetési időpontok, és ugye a mi szempontunkból a gazdaság teljesítő képességének a mércéje az a befizetett adókkal mérhető és számszerűsíthető. Nyilván ebben azt a célt, amit kitűztünk és adóbevételt a költségvetésben szerepeltettünk, azt reményeink szerint teljesítjük, de túl teljesítések kellenek ahhoz, hogy ugye a költségvetés teljes egészében egyensúlyba tudjon maradni évvégén, hiszen van két olyan tétel a mezereti költségvetésben, hogy tudottan nem szerepelt, az egyik a hulladékgazdálkodás vesztesége, ez várhatóan a korábban számszerűsített 400 millió helyett körülbelül csak 200 millió lesz, ez egy jó hír, hogy miért ez egy hosszabb téma, szerintem a hulladékgazdálkodásról majd egy külön műsorban beszélhetünk, ugye zajlik a történet elvileg január 1-től 44 településen, ugye jelen pillanatban még bizonyítan a hulladékszállítás, ma egyeztettünk épp a katasztrófa védelemnél, hogy mi várható januártól, hiszen a Szomhull az 43 településen január 1-től normál esetben nem viszi el a szemetet, nyilván ez nem fordulhat elő, úgyhogy rendezni kell a sorokat addig mindenkinek, hiszen veszteséges szolgáltatást meg nem lehet rákényszeríteni senkire. Ugye ez a döntés júniusban megszületett, a másik pedig, ugye amit nem tudtunk számszerűsíteni, az uszodával kapcsolatos költségek, fenntartási költségek, hiszen nem tudtuk pontosan, hogy meddig lesz
zárva, milyen költségek merülnek fel, ez nyilván megint megtörténik decemberben. Ha ezt a két tételt az adott esetleges tervezethez képesti adó többet fedezi, akkor ismét mondhatjuk, hogy egy nullszaldós költségvetést tudtunk zárni, tehát én értelemben rendben lesz a város költségvetése évvégén. Ezt örömmel hallja az ember ilyenkor mindig, mert ugye azért voltak hosszú-hosszú évek korábban, amikor komoly bajok voltak és likviditási problémákkal is küzdött a város, és most már egy jó ideje ezek a számok, ezek nagyon szépen alakulnak. Úgy alakul, ahogy alpolgármester úr mondta, hogy esetleg 2020-ra további növekedés is várható a városban? Ugye jó, 2011-ben volt az az érdekes helyzet, amikor feltérképeztük, hogy milyen gazdasági fejlődési potenciál van a városban. Ez egyébként teljesült is, az elmúlt 4 év fejlődése mutatja, hogy az a potenciál, amit 2011-ben feltételeztünk a cégekkel közösen, ha mindenki teszi a dolgát, akkor az elérhető. Akkor ennek a feltételei teljesen mások voltak, mint ami most kell ahhoz, hogy egy hasonló fejlődési szakaszon menjünk keresztül. Ugye mindenki előtt ismert, hogy már nem csak Nyugat-Dunántúlon, hanem az országban is elfogyott a szabad munkaerő. Ugye az is látható, hogy a közmunkaprogram, ami egyébként az ország egyes részein biztos, hogy nagyon jó, nálunk nem is olyan jelentős mértékű, mint az ország más területein, de az nem tudja beváltani azt a fajta reményt, hogy a közmunkából majd tömegek mennek át normál munkaerőpiacra, hiszen ez így történne, akkor az a több mint 200 000 közmunkás, aki ma van, az egy potenciális munkaerőtartalék lenne, de ezt pontosan tudjuk, hogy nem igaz. Nagyon komoly munkaerőhiányal küzdködnek ma már nem csak a nagy multinacionális vállalatok, hanem azt gondolom a kis-középvállalkozások, illetve most már elérte az önkormányzati cégeket is a munkaerőhiány. Nem tudjuk, hogy... Igaziból ez túlzás, hogy nem tudjuk, tehát nagyon sokféle megoldás van ennek a kezelésére. Ugye egyik oldalról a munkaerőhiány kapcsán beszélnek arról, hogy automatizálás. Nyilván adott mennyiségű dolgozóval, nagyobb hatékonysággal, több terméket előállítva lehet növelni, lehet a gazdasági növekedést tovább fokozni, azonban ez nem egy egyszerű és gyors folyamat, ez tőkeintenzív befektetéseket igényel. A másik kérdés az, hogy a munkaerőhiányt hogy lehet pótolni. Nyilvánvalóan ez részben a képzési rendszeren keresztül lehet valamit tenni, illetve hát az a szomorú helyzet van, hogyha itt nincs, akkor valahonnan hozni kell. Vagy arra kell felügyelni, vagy ügyelni, hogy innen ne vigyék el, aki van, mert ráadásul még említett, hogy az önkormányzati cégeket is elérte ez a helyzet, nos, hát mi is érezzük, tehát a kommunikáció területén is érezzük, hogy ahol több fizetést adnak, oda elmennek. Ez így igaz, ez nem csak külföldre mennek nyilván emberek, hanem mindenki keresi azt a lehetőséget, ahol több pénzt keres. Ez egy teljesen normális folyamat. Tehát, hogyha munkaerő hiány van, és az emberek egyébként ügyesek és hajlandók minimális kockázatot vállalni, akkor ma nagyon sok lehetőségük van arra, hogy máshol, más tevékenységet végezve, ha vállalják ezt a kihívást, akkor valószínűleg több pénzt tudnak keresni. A polgármester úr bizonyára tudja, hogy a szombathelyi multik elég komoly energiákat fektetnek arra, hogy az ország más területeiről próbáljanak meg ide csábítani munkaerőt. A város ebben tud majd segíteni valamilyen formában? Nyilván nem úgy gondoltam, hogy most a város kommunikáljon, mert nem ez a feladata. De mondjuk az, hogy szállás lehetőségek, vagy egyéb más, hogy vannak-e ilyen tervek? Ugye ez részben marketing tevékenység, tehát megismertetni az ország más részeivel azt, hogy itt komoly lehetőségek vannak, és nagyon sok munkahely van. Ugye ez azért egyre nehezebb, mert az ország más részein is egyre komolyabb munkaerőhiány van. És így nem csak az országon belüli lehetőségeket kell nézni, hanem országon kívülieket is. Nagyon komoly folyamatok indultak el ebben az irányban. Ugye egyet látni kell, tehát az országnak, ha a munkaerőhiányjal küzd, ugye két lehetősége van. Vagy beáll arra a ritmusra, és arra a tevékenységre, amit a meglévő munkaerőbázis jelent, és arhoz tervezi az ország jövőjét, akkor azt jelenti, hogy egy abszolút csak az automatizálásra épülő növekedést lehet elérni a jövőben. Ebben a versenyben azért Magyarország nem biztos, hogy az élen tud járni, tehát ez egy borzasztó veszélyes pálya. De ha nem tudjuk növelni a munkaerő létszámot, akkor kvázi középtávon a növekedésen fog úgy alakulni, ami a kormányzat elképzelése, ami meg egy csomó minden egyebet veszélyeztet. Tehát szükséges az is az automatizálás mellett, ezt az Ipar 4.0-nak nevezett program majd el fog híresülni, és még sokat fogjuk hallani. Szükség van szerintem arra, hogy a munkaerő számot is növelni kell. Ez meg csak úgy lehetséges, hogyha ha nem csak határon belül, hanem esetlegesen olyan határon kívüli munkaerő is érkezik,
és itt nem a migránsokra gondolok, akik szomszédos országokból jönnek, ahol még esetlegesen alacsony bérszintek vannak, vagy olyan problémák miatt indulnak el emberek, amelyek az élet minden egyéb szempontjából is terhesek számukra például. Ez inkább a keletebb, ugye én épp Ukrajnát akartam kérdezni, hogy talán ott van még lehetőség arra, hogy még jól képzett munkaerőt is tudunk hozni. Ugye ebben is van meg konkurencia, Csehországban és Lengyelországban már sok százezren dolgoznak Ukrajnából. Nyilván ez majd a következő 5 évben eldől, hogy melyik irányba tudtunk elindulni, de nekünk elsősorban a saját közegünkkel kell foglalkozni, és ki kell alakítani azt a közös folyamatot, azt a közös koncepciót, amit a cégekkel közösen, megint úgy fogalmazok meg, mint régen, mi az, amit a cégeknek kell ebben tenni, mi, amit a városnak kell ebben tenni, és mi az, amit egyébként nem tudunk elvégezni, és a kormányzathoz kell fordulni, és ebben megint úgy tudunk eredményesek lenni, hogyha az itt lévő gazdasági szereplők egységesen lépnek fel, mert megfelelő nagyságú gazdasági potenciált képeznek. Ennek egyébként a egy mondat a lakásépítése visszautalva nagyon fontos eleme lesz az a lakásépítési program, amelyet most már készítünk elő több fronton, Szombathely vonatkozásában. Említette a polgármesterről a képzést, és mivel hogy a kereskedelmi és iparkamarában is jelentős szerepet vállal, ott ül, látja azt, hogy a cégek miként készülnek arra, és a kamara miként készül arra, hogy esetleg az átképzések területében próbáljon segíteni, vagy oda hatni, hogy a megfelelő szakemberek képzése történjen Szombathelyen. Ugye ez egy korábban elindított folyamat, azt kell még erőteljesebben tenni ezeken a területeken, amit az elmúlt években tettek a cégek és a kamara, és ugye egyre inkább, egyébként óriási mértékben megváltozott a cégek hozzáállása és a munkaerő. Ez ugye korábban az volt a jellemző 5-6 évvel ezelőtt, hogy egy adott pozícióra kerestek munkavállalót, és hogyha arra nem találtak, akkor mentek tovább, vagy általában még több jelentkező volt, és tudtak válogatni. Ma már kis túlzással azt lehet mondani, hogyha van egy dolgozó, akit alkalmasnak találok arra, hogy nálam valamilyen munkát végezzen, akkor felveszem, és megnézem, hogy mire tudom használni, és hogyha ott van egy ügyesebb vagy tehetségesebb, őt próbálom magasabb pozícióba vinni, vagy más feladatra elvinni. Tehát ez megint csak oda vezethető, vagy arra vezet, amit sokszor mondunk, ha ma akar valaki dolgozni Szombathelyen, az tud találni munkahelyet, csak akarat kell hozzá. Amikor említette azt a gazdasági bizottságülésen, ha jól emlékszem, ott is említette, hogy a béreket is meg kell nézni, meg kell próbálni úgy rendezni, hogy ne tudjanak senkit innen elcsábítani. Lát erre esélyt, van erre lehetőség? A cégeket nyilván nem lehet ebbe az irányba, hát hogy mondjam, erőszakosan befolyásolni. Bár ők tisztában vannak, gondolom, ezzel. Ugye nagyon érdekes folyamatok zajlanak. Egyrészt a munkaerőhiány kapcsán ugye elkezdődött már elmúlt év végével, illetve az idén rendkívül elterjesen egy komoly béremelési hullám a nagy foglalkoztatóknál, kereskedelemben szintén, tehát sok területen látjuk. Ez maga után viszi egyébként a többi ágazatban is, hiszen ha nem emelnek, akkor elmennek azokra a területekre, ahol megtörténik a béremelés. Ugye azt is látni kell, hogy azok a cégek, amelyek exportálnak, azok könnyebb helyzetben vannak ilyen szempontból, hiszen még mondjuk 5-6 évvel ezelőtt mondjuk 250 forint volt az euró, most meg 310, egy között van egy közel 30%-os vagy 25%-os rés, tehát amikor 25%-os béremelést csinálnak a multik, akkor igazából semmi más nem történik, mint az árfolyam különbözetet odaadják. Viszont a magyar kisközévállalkozások, ha 25%-os béremelést csinálnak, nekik azt ki kell termelni, ki kell gazdálkodni. Ez egy óriási veszély olyan szempontból, hogy a kisközévállalkozások jövője az rendkívül kétségessé válhat, hiszen az ő náluk meglévő munkaerő az egy potenciális tartalék a nagyobb foglalkoztatóknál, akik exportálnak. Egyébként az uniós forrásokat pedig pont a kis középvállalkozások felé kéne közvetíteni, csak ha nem lesz kinek, akkor hova közvetítjük. A multinacionális céget meg egyébként nagyon szépen hangzik az, hogy közelről legyen a beszállító, de alapvetően, ha én multi vagyok és kell nekem egy bármilyen alkatrész, akkor én nem arra fogok törekedni, hogy azt az alkatrészt megkapjam egy adott áron. Azt, hogy nekem azt 50 kilométerről, 20-ról vagy 200-ról szállítják be, az én olvasatomban teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy nekem a gyárban ott legyen határidőre. Ez egy rendkívül nagy veszély a kisközévállalkozásokra, és ilyen szempontból ugye az elmúlt időszakban kialakult, most már bérvitának nevezném, ugye a minimálbér emelésével kapcsolatos történet, ami az egyik oldalra egy teljesen logikusan bekövetkező dolog kéne, hogy legyen. A másik oldalról meg lesznek ágazatok,
amelyek ezt a minimálbér emelést, hogyha a járulékcsökkentés nem lesz olyan mértékű, amely kompenzálja az emelési mértéket, már pedig a 4% az nem olyan mértékű, akkor lesznek olyan ágazatok, ahol ez nagyon komoly problémákat okoz, és további elvándorláshoz vezet azokból az ágazatokból, mert nem tudják megadni ezt a bért. És annak következményeként pedig sok kis közévállalkozás lehetetlenülhet el. Az egy másik kérdés, hogy miért csak minimálbért fizet jelenleg, és miért nem tudott ezen változtatni. Nyilván azért, mert a megfelelő technológia, a megfelelő háttér nem volt meg neki, na de hogyha most rákényszerítjük ezt a béremelést, és nem lesz képes fogadni esetleg azokat az uniós pénzeket, amelyek az ő fejlesztését elősegíthetnék, akkor meg hova mennek majd az uniós források? Hát igen, tehát egy nagyon bonyolult kérdés. És akkor még a piacon nem is beszéltünk, hogy a piac mennyire, hogy mondjam, csak labilis lehet, hogyha mondjuk esetlegesen az Amerikai Egyesült Államok például az Európai Unióval megkötendő kereskedelmi szerződésében nem lesz kedvező, és mondjuk a német nagy cégek másképp állnak, másképp viszonyulnak majd a magyarországi cégekhez, de itt leselkedhet ránk veszély, mondjuk a szombathelyi nagy cégek közül bármelyikkel kapcsolatban? Én jelenleg ezt nem érzem milyen szempontból veszélyesnek. Én a saját belső problémáinkat most, tehát a saját problémáink megoldása szerintem most sokkal fontosabb, mint ami kívülről látszik. Az Egyesült Államok, ugye elnökválasztás volt, ez egy jó kérdés, és ugye most mindenki találgat, hogy mi történik. Én azt gondolom, hogy egy választási kampány az más, mint a tényleges tevékenység. Tehát más beszélni valamiről úgy, hogy kívül vagyok, meg más, amikor beülök döntéshozónak, és egyébként kezemben van a bőrönd, ugye, ami az a bizonyos bőrönd. Akkor úgy látja a polgármester úr, hogy bizonyos szint, bizonyos területeken, bocsánat, elértük a nyújtózkodási határainkat jelenleg? Én azt gondolom, hogy nem. Nem is szabad megállni. Ugye, ha egy növekedősé fázisból átmegyek egy stagnálásba, az rendkívüli veszélyeket hord magába, hiszen nem vagyok növekedésre képes, nincs meg bennem a növekedési képesség, akkor stagnálás jön, és a stagnálásból egy időben pedig leépülés jön, mert ugye ezt a területet senki nem tekinti vonzónak. Tehát nekünk most az a dolgunk, hogy ebben az új kihívásos környezetben megteremtsük a növekedés feltételeit, ezen dolgozunk. Szerintem erről nagyon sokat fogunk beszélni a következő fél-egy évben, hogy mit tettünk. Én abban bízom, hogy az az összefogás, ami a cégek között volt, az továbbra is megmarad. Nem egyszerű, hiszen mindenki munkaerőhiánnyal küzd, mindenkinek teljesíteni kell az anyacégekkel kapcsolatos ottani elvárásokat, és hát azért vannak arra utaló jelek is, hogy néha már megbomlik ez az egyensúly, ugye a munkaerő elszívás területén, de én bízom benne, hogy ez az egység, amely kitartott az elmúlt 5 évben, az a jövőben is folytatódik. A jövőben és a jövőre van egy célkitűzés. Emlékszem, egyszer álmodoztunk, talán lehet, hogy még itt a stúdióban is, hogy lehet még 90 ezres Városszombathely. Hát ez például megoldaná ezeket a problémákat, amelyekről most beszélünk. Ugye ez hamarabb bekövetkezett, mint amikor ezt mondtunk. Az a baj, hogy ugye a gazdaság az mindig 3-5 évre tervez előre, vagy még hosszabb távokra. Egy beruházási döntés is, ugye mire megszületik, és mire a beruházás megvalósul, az sok-sok év. És nyilván utána kell meglenni még a piacnak. Ugye a politikai összhangot megteremteni a 4 éves ciklusok és a gazdaság hosszú távú elképzelései között, az nem egy egyszerű feladat. A politikának sokkal fontosabb a holnapi siker a gazdaságnak, meg nyilván fontosak a mai jó eredmények is, de alapvetően mindenki a jövőn dolgozik. Zárszóként, akkor jelen pillanatban stabilnak látja a városunk gazdasági helyzetét, és ez örömmel tölthet el bennünket? A város pénzügyi helyzete az stabil, ugye pont ezért dönthettünk arról néhány hete, hogy elindítunk egy komoly, szerintem óriási adóssága a városnak, hogy az utakkal, járdákkal sokkal kevesebbet foglalkozik, pont egy Szent Márton év után, amikor sok-sok külső forrás érkezett a városba, működésre is, ugye csak a maga a Szent Márton programjára pont előttünk volt beszélgetés, az 800 millió forintot emésztett föl. Egyébként ez jövőre nem áll rendelkezésre, ez egy érdekes új helyzet lesz, hogy mi lesz ezután, de egyszerűen tudomásul kell venni, hogy azokat a feladatokat, amelyeket nem is azt mondom, hogy elhanyagoltunk, hanem valahogy mindig csak beszéltünk róla, és nem született meg az a döntés, hogy ezt végre is kell hajtani. Ez ugye ez a bizonyos 3 milliárdos útfelújítási program 3 év alatt. Ennek az első részletei a következő közgyűlésen már elfogadásra kerülnek, december 15-én elindulnak a tervezések, én pedig csak olyan költségvetés vagyok hajlandó összeállítani 17-re és 18-ra is, amely tartalmazza ezeket a számokat.
és akkor azt gondolom, hogy megint egy nagy lépést tehetünk abba az irányba, hogy az ember ne csak jól érezze magát a városban, mert különböző nagyon jó programok vannak, hanem a közérzet is jó legyen, amikor kilép az ajtón és megy az utcán. Molnár Miklós alpolgármester úrnak, a gazdaságügyekért felelős alpolgármesternek köszönöm szépen a beszélgetést, és várjuk vissza majd ezzel a költségvetéssel, egy picit itt a kedves nézők előtt is átbeszéljük majd. Köszönöm még köszönöm egyszer szépen. Is. És mi folytatjuk tovább, a Mi Mártonunk sorozat egy epizódja következik, és még egy beszélgetés hátra van. A Mi Mártonunk portrésorozatban ezúttal egy nagyon ifjú, tündéri kisfiút fogunk önöknek bemutatni. Ő nem más, mint a márciusban született Szalai Márton. Édesanyjával, Stiber Eszterrel fogok beszélgetni. Honnét jött az ötlet, miért lett Marci Márton? Hát nagyon egyszerű volt a mi esetünkben a dolog, mert a férjem Gábor megálmodta, hogy Marci legyen. Egyik reggel azzal fogadott, hogy hát igazából tudja, hogy mit szeretne, hogy Marci legyen. Úgyhogy persze mi is azzal kezdtük, hogy megnéztük az utóneveket. Amikor még nem tudtuk, hogy kisfiú, akkor volt lánynevünk, volt fiúnevünk, nem nagyon volt egyezés amúgy, azt hozzáteszem. És akkor, amikor 20. hétben jártam a terhesség alatt, akkor mondta meg a doktor, hogy kisfiunk lesz, aminek nagyon örültünk, mert apuka nagyon kisfiút szeretett volna. És akkor rá nem sokra Gábor egyik reggel ezzel fogadott, hát, hogy ő megálmodta, hogy Marci, és akkor én mondtam, hogy jó. Igazából úgy voltunk vele, hogy Márton mindenképpen, vagy nem Marcel, hanem Márton, mert hogy kisfiúként, meg kamaszként a Marci, ez nagyon aranyos, felnőttként a Márton, meg olyan kis komoly. És mit vesztek észre azért március óta, tényleg 0-24 órában a szolgálatodat mellette teljesíted, milyen kisgyerek? Hát nagyon sokszor úton útfélen nekünk szegezik ezt a kérdést, hogy Marci jó baba? Hát, mi azt mondjuk, hogy szerintünk nagyon jó baba. Persze, soha életemben nem voltam ilyen fáradt, és bármikor tudnék egy nagyon jót aludni, de egy kiegyensúlyozott, mosolygós baba, és egészséges, és számunkra ez a legfontosabb. Az idei évben, ugye Szent Márton emlékévében nagyon sokszor szóba jön, eszünkbe jut, és hát számtalan program is épül a Szent egykori tevékenységére és az életútjára. Ugye Szent Márton egykoron a köpenyét osztotta meg a koldussal. Egy kicsikét a gondolaton tovább suhanva, számodra mit jelent ez a az egész gondolat, illetve hogy 2016-ban szerinted mi volna jó, hogyha az embertársaink egy kicsit talán megosztanának egymással valamit, és azzal talán jobbá is tennék a világot? Hát én egy nagyon egyszerű dolgot mondanék, ami szerintem nagyon-nagyon jó lenne, ha minden napokban az ember egyre többet találkozna vele, ez pedig egy kedves mosoly. Én mosolygós embernek tartom magam, én nagyon-nagyon szeretek mosolyt adni, és nagyon örülök, ha kapok is, minél többször, és Marci szerintem egy nagyon mosolygós, nagyon kis kiegyensúlyozott baba, és csak remélni merem, hogy azért, mert apukája is, meg mi is nagyon sokat mosolygunk rá. Hát én szívből remélem, hogy a következő kis ajándék is, ha nem jelenleg, de majd egy picivel később mosolycsal Marci arcára, illetve ha ti ránéztek, akkor egy kellemes emlék lesz az, hogy tulajdonképpen ő már egy ilyen kis portrésorozatban szerepelt. A szervezők nevében ezt az M betűvel díszített nyakkendőt szeretném átadni, és úgy látom, hogy tetszik is a fiatalembernek, úgyhogy akkor hordja egészséggel. Amíg nem nő bele, vagy hozzá, addig pedig legyen számotokra egy szép emlék, nagyon és köszönöm a beszélgetést. Köszönjük a lehetőséget, és mindenképpen megmutatjuk neki, hogy már egy kicsit nagyobb lesz. Köszönjük. És a Mi Mártonunk sorozat után a Mi Tiborunk,
Spiller Tibor, nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban, helyi történészként. Tibor, köszönöm, hogy itt vagy velünk, és köszönöm, hogy elhoztad a szakdolgozatodat, meg egy csomó szép felvételt a kioszkról, régi képeslapokat, de Tibi, azt kérte tőlem, hogy kezdjük mindjárt a magyarázattal. Mit is jelent maga a szó? Igen, mert nagyon mozaik sokan azt szó gondolják, nyilván, hogy ez egy mozaik szó, de nem. Ez egy perzsa eredeti szó, szellős kerti lakot jelent, és a török közvetítéssel szokás szerint a német nyelvből került. Körülbelül 1881-ben történt az első említése írott forrás szerint ennek a szónak. Könnyen beszélsz, hogy egy szakdolgozatot írtál ebből a témából. Azt mondod, hogy egy évet dolgoztál ezen a szakdolgozaton. Ennyi anyag volt, amit át kellett nézni? Egyrészt borzasztó nagy bőséggel találtam újságcikkeket, ugyanis a kioszk egy nagyon fontos társadalmi ügy volt Szombathelyen. Most is az. Másrészt nagyon bőséges. Tudod, hogy nagyon sokan szeretnék. Igen. Veled is voltunk Igen. már itt műsorban, Igen. mindenki ezt említette, hogy milyen jó lenne valami hasonló. Másrészt a levéltári anyagok is elég bőséggel álltak rendelkezésre, és az épületet meg nagyon-nagyon megszerettem a kutatás során. Igazán élvezet volt. Tudni kell, hogy három kioszkról beszélünk. És ezeket majd mutatjuk is, csak a kollégáknak fogjuk, mondom, és majd amikor meglátjuk a képet, íme itt van az első. Ez nem az első, ez már a második kioszk. Az első az a Pollák Ármin kávé is épített, ennél egy sokkal egyszerűbb. Ez a klasszikus kioszk, amelyik 1906-tól 1947-ig állt a város lakóinak nagy örömére, és szolgálta ki a Szent István Parkban, úgy gyönyörű Szent István Parkban a vendégeket, mindenféle jóval, ételekkel, italokkal és kulturális programokkal is. Nagy bőséggel lehetett választani a katonazenekarok programjától elkezdve a bioszkópig, uh-huh. ami a mozgófilmnek talán az elődje. Uh-huh. Hát látható a képe, hogy gyönyörű a környezet, Igen. ezen a légi felvételen is. Tehát a bioszkóp előadást is A tartott. Képek a te gyűjteményedből Igen, az én gyűjteményemből egytől egyig. Ez a Pollák-féle kioszk, amelyik kioszk. Most látható a képen. Ez még azokat a stílusjegyeket nem igazán hordozza magán, ami a kioszkra jellemző, tehát nem annyira szellős. Ez egy kicsit tömörebb épület. A második kioszk, amelyik már az összes jellemzőt magán hordozza. El kell mondani azt is, hogy üzleti vállalkozásnak igazából nem volt sikeres. Uh-huh. Több tulajdonosa volt, első üzemeltetője az a Kovács Jakab. És itt most álljunk meg, mert ez már a harmadik kioszk, köszönöm, Igen. ezt majd kicsit később kérjük ez ezeket a képeket. Az első üzemeltetője a második kiosznak, tehát 1906 az a Kovács Jakab, aki aztán később a nagyszállót építette uh-huh. a városba, kiváló vendéglős volt, de vezette ezt az üzletet Torkos János, kiváló vendéglős, aki a Vasmegyei Vendéglősök Szövetségének az elnöke is volt annak idején, és nagy vendéglős hírében állott. A Szent István Park alkalmas hely volt erre, hogy itt egy ilyen nyári vendéglő épüljön, hisz a villamos a második menetben már kijött a Szent István Parkig, a városlakók ki tudtak jönni, a város tüdejét megcsinálták tulajdonképpen ebbe a Szent István Parkba, amelyikről sokan nem tudják, hogy egy dendrárium is, egy fagyűjtemény. Na ezt majd mondjuk el egy másik alkalommal szerintem, erről is beszéljünk majd. Térjünk vissza most, mert hoztál magaddal ide tárgyi emlékeket Igen, is. Ez a két Ugye nem csésze, azt akarod mondani, hogy ezt még ott használták. Ezt még ott használták a kioszkban, és ez herendi. Ó. Mind a két darab herendi. Én nagyon vágytam rá, és szerencsés voltam, hogy meg tudtam ezeket szerezni. Szombathelyektől szerezted meg, vagy messzebb révő? Szombathelyen sikerült. Az elsőben nem voltam biztos, hogy a kioszkból származik a nagyobbik csészéből, de másodikat olyan szemétől kaptam, aki maga is ott dolgozott. De valaha. Nézd csak, a stílusa ugyanaz, tehát ugyanaz. Valószínű, hogy egy helyről Tibor, azt mondtad, hogy valamelyik kioszk épülete rekonstruálható lenne. Ezek szerint megvannak a... második kioszk, ez amiről a régi felvételt is láttuk, építészi szakvéleményt kért egyszer a Szombathelyi Szépítő Egyesület, a Rónai Építész Irodától, amelyik úgy összegezte, hogy a rendelkezésre álló források szerint a kioszk újjáépíthető. Minden rajz, minden adat megvan hozzá. Annyit még el kell mondani a kioszk épületéről, hogy utolsó szögig a berendezési tárgyakig szombathelyi mestereknek a munkája,
A tervezője egyedül nem Szombathelyő, Felvidéken született Rauscher Miksa, neki köszönhetjük a mai Gagarin út villasorát, neki köszönhetjük a Premontrai gimnáziumot, neki köszönhetjük a legátházat és a sajnos lebombázott palaszszállót is. Az ő munkásságával is érdemes foglalkozni. Úgy vannak itt témák még, amiket majd egy-egy műsorban elő lehetne venni itt jeles építészekről. De beszéljünk olyan jeles építészekről, akik a harmadik kioszkot is építették. Hát a harmadik kioszk az 1967. augusztusában nyílott meg, és csak nevében kioszk, nem hordozza magán a stílusjegyeket, nem egy szellős nyári lak, egy betonkolosszus, egyébként Fazakas Péter építész és Ekenaszt János munkája. Erről nem tudok olyan szépet mondani, mint a múltkor az emlékműről. Szakfolyóirat szó szerint azt írta, hogy a szombathelyi tájban pöffeszkedő betonkolosszus. Ez a kor ízlésének megfelelt, szerettek volna egy szabadtéri vendéglőt, nem sikerült. Elnyomja a régi víztoronynak az épületét, nem igazán látványos, belülről most nem tudom milyen, mert nagyon régen nem jártam benne, de talán abban van valami sorszerűség, hogy az érettségi bankettem az itt volt 1972-ben. Tibor, nagyon szépen köszönöm neked, hogy eljöttél. Megint gazdagodtunk, szép képeslapokkal, szép élményekkel, szép gondolatokkal. Jövő héten, hétfőn pedig lehet, folytassuk a Szent István Park. Nagyon sok jó visszavárunk emlékekkel, fotókkal és minden egyéb érdekes információval. Köszönöm neked, és köszönöm a kedves nézőknek is, hogy velünk tartottak, hogy megtisztelték a mai műsorunkat, tegyék ezt legközelebb is. További szép estét kívánva, köszönök el önöktől, bánjanak jól az idővel és a szeretettel. Viszontlátásra! Műsorvezetőnket öltöztette a Still Fashion Kft.